Sziasztok! És ebben a videóban egy kártyatrükköt fogok nektek mutatni, egy jó kis trükköt, amivel bárkit elemezhattok. Aztán nem mondtam ki. Na mindegy. Tehát, hogy ezzel könnyű csalni, és fogadásokon szoktam használni. Itt a piros, hol a piros. Egyszerű a játék szabálya. Meg is fogom nektek tanítani, hogy is kell ezt. Na tehát, mutatom nektek. Itt a piros. Így lerakom, úgyhogy látszódjon is nagyjából, ja, mindegy. Tehát, akkor csinálok egy ennyit. És akkor mondhatnátok, hogy hol van a piros. Szavazatok egyre. Hát mert képzeljétek el, hogy nem itt van, nem itt van. Ja, meg is mutatom. Tehát, hogy nem itt van, várjál. Úgy, hanem itt van, így a legszélén. Ezt is be is tudom mutatni nektek még egyszer. Tehát, piros. Így, hogy mindegyik látszódjon. És akkor fogom, és elkeverem. Így ennyit csináltam. És hinnétek, hogy akkor most itt van a piros, de megmutatom, hogy nem itt van a piros. Ez csak egy fekete lap. Nem is itt, hanem újra itt. Na, akkor nézzük meg még egyszer a trükköt. Most meg is keverem egy kicsit. Piros. És lerakom a lapokat. És, keverek rajta egyet. Ez már kicsit nehezebb. És akkor mondhatnátok, hogy hát ugyebár itt van. Nem. Vagy úgy értem, hogy megint itt van, akkor biztos nem. Középen? Nem. Most ezen az oldalon van. Ez amúgy egy EPT, European, várjál, Poker Tournament kártya, ilyenből kevés van. Ezt úgy sikerült, hogy az egyik barátom kint volt ezen a rendezvényen. Na de mindegy, akkor jöjjön a trükk magyarázata. Na tehát először, ugye bár itt vannak a kártyák. És ezt a piros lapot, ezt középre helyezzük be, és amikor levesszük a lapot, akkor tulajdonképpen egyszerre kettőt veszünk le, mutatom is, így, egyszerre kettőt, és így szépen leveszed, közben a néző szemébe nézel, hogy minél hatásosabb legyen a trükk. Mutatod, a jó bűvész az folyamatosan pofázik egyébként, és a néző szemébe néz. Azért nem mutatom a fejem, mert, na, tehát itt van a piros, ugyebár nyilván mondjuk, hogy neki, hogy itt van a piros, pedig középen van. Na tehát. És amikor elkezdjük lepakolni, akkor így úgy tűnik, hogy ez lenne a piros. Nem, mert ez a piros. És aztán bármilyen keverést csinálunk, azt hinné, hogy tessék, itt van, és aztán hát már ennyi volt. Mert ez a piros. Ennyi lett volna ez a kis trükk. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan használd, lájkold, ha még szeretnél ilyen és ehhez hasonló kártyatrükköket. És hogyha a barátaidnak is meg akarod mutatni, akkor oszd meg. Na, sziasztok!